korlátlan férfi, 15 évvel él kevesebbet, mint nyugati társai. A magyar gyerekek fele a létminimum alatti jövedelemből tengődő családokban él. A magyar dolgozók piacképes tudását elvették a szétvert szakképzési rendszerrel. A dolgozóknak ki nem fizetett bérekből, államilag támogatott multik, pedig nem engedik, hogy a munkás szakszervezetet hozza létre saját védelmére. Ahol pedig a kirúgást megvető bátorsággal sztrájkot szerveznek, ott a nemzetközi tőke jeles képviselője külföldieket hoz a sztrájk letörésére. És a magyar kormány sztrájktörőket tisztos szolgálati védelemben részesít. A tenyérben látszó képű szóvivő pedig belerőgi a sajton keresztül az ország arcába, hogy a munkások nem normálisak, és hogy örüljenek, hogy lukkan a felekükön. Ide jutottunk, kedves barátaim! Ebből elegünk van! Mindennek okát abban látom, hogy nem volt szavati nagy takarítás 20 év óta hazánkban, a politikai közéletben. Gyakunkon maradt Kádári kifizetetlen számlája, és gyakunkon maradt a kádári politikusi garnitúra, akik az államadósságot 7 éves uralkodásuk alatt 100 milliárd dollár körüli összegre növelték. Áldásos munkájuk tevékenysége következtében adósra sorba süllyedt az ország. Kádárék által kinevelt közgazdászok, illetve azoknak nevezett ideológusok serege, akik még a tőke megdöntésére készültek, ma viszont a nemzetközi tőke harsány képviselői a magyar nép érdekeivel szemben azt súlykolják, hogy a magyar társadalom hetonista módon túlfogyaszt, és vissza kell fognia magát újabb és újabb megszorításokkal. A nyugdíjak, a szocialtámogatás, a családi pótlék, közalkalmazott a bérének csökkentésével, a fűtési támogatás megvonásával. És természetesen az államadósságot törlesztenünk kell, a beledöglünk is. Ők is tudják, hogy közgazdaságilag lehetetlen az adósságteher megoldása. Ha nem az a cél, hogy beledögöljünk, akkor követelnünk kell az adósságteher részleges elengedését, ezzel együtt az elszámolást az államadósság 93 milliárdos összegével. Látva a mai helyzetünket, az eladósodás teljesen értelmetlen áldozatvállalás volt a társadalomtól, amiről ráadásul senki nem kérdezett meg.